Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál könyvtára zenés adventi estet tartott december 8-án. A meghitt bensőséges hangulatot emelte, hogy a könyvtár munkatársai és családtagjaik énekeltek, zenéltek, idéztek ünnepi gondolatokat, és már előre belesütötték szeretetüket a házi süteményekbe. Ha ez nem lett volna elég, a forró tea és csokoládé átjárta a hétköznapokban meggémberedett tagjainkat. Lássuk az erről készült összefoglalónkat. A könyvtár munkatársai egész évben azon dolgoznak, hogy a szakmai tevékenységünk mellett megmutassuk, hogy milyen sokszínűek, kreatívak vagyunk, ezért nagyon sok ismeretterjesztő előadás programot szervezünk, kulturális rendezvényeket próbálunk könyvtárba vonzani, akár helyszínként, akár szervezőként is. Ez az adventi koncert az egyike ennek a törekvésünknek, már hagyományosan mondhatom, hogy rendezzük meg harmadik éve, ugye sajnos tavaly nem volt erre lehetőség, viszont azt gondolom, hogy soha máskor nem ennyire fontos, mint jelen helyzetben, amikor annyira nehéz mindenki számára megélni a járványhelyzetet, de akár az évvégi hajrát is mondhatnánk ugye szokásos módon, amikor nagyon nagy szükség van az embernek arra, hogy egy picit megnyugodjon, egy picit átgondolja a mindennapjait, és egy kicsit meghittebb körülmények között várhat az ünnepet. Ez az adventi időszak, ez erről szól. Ezt kívánjuk mi segíteni ezzel a kis családias műsorral, amit ma estére terveztünk. A családias jellegét az több okból is hangsúlyoznám. Az egyik az, hogy a könyvtárosok teljes mértékben részt vesznek ennek a programnak a megvalósításában. A házi süteményektől a kézzel készített ajándékokig, kis angyalkáig, és hát természetesen maga a műsor is olyan gondolatokat kíván közvetíteni, ami elősegíti ezt a ráhangolódást. Az Eszterházy család kifejezés pedig már csak azért sem túlzó, hiszen a fellépőink is mindannyian eszterházisok. Bárány Csilla tanárnő, aki régi diákja az egyetemnek, zenepedagógus, zongora tanárnő, Majtényi Laura kolléganő, aki szolfés szakos tanárnő és jelenleg is doktorandusz hallgatója az egyetemnek, a gyakorlóiskolát egy végzős diákunk Ferenc Veronika képviseli szólóénekkel, illetve zongorajátékkal, valamint jó magam is szerepelek velük, némi zenei előélettel, kórusban is énekelik, és van egyéb ilyen tapasztalatom is. Ezen kívül különlegessége a ma estének, hogy egy olyan közös dalt is terveztünk, amelyben a kollégák gyermekei is föllépnek hangszeres produkcióval, így gitár és fubola dallam is fölcsendül majd. Úgyhogy bízunk benne, hogy az a gondolat, amit mi szeretnénk képviselni, átadni mindenki számára, hogy egyrészt a család mennyire fontos, és az emberi kapcsolatok ebben a nehéz időben még hangsúlyosabb szerepet kapnak. Talán ezzel a kis műsorral hozzá tudjuk segíteni az érdeklődőket. Ahol otthon vagy, az az otthon. Nem kell hozzá sok, elég egy szoba. Ha 10 vagytok benne, az se baj. Ha mind 11-ek vagytok ebben, hogy hazatértek, amikor este hazatértek. Nem kell hozzá sok, csak egy szoba és egy érzés. Egy egészen egyszerű állati érzés, hogy ma itt élek. Van egy ágy, amiben alszom, egy szék, amire leülök, egy kályha, ami meleget ad. És hogy ebben a körülöttem lévő széles, nagy és furcsa világban ez a kis hely nem idegen, és ma az enyém. Jól érzem magamat benne, ha kinézek az ablakon, és kint esik az eső, vagy süvölt a szél.
és hogyha ide este bejövök, meglelem azokat, akik még hozzám tartoznak. Ez az otthon. Elsősorban nagyon nagy öröm volt számomra, hogy immár harmadik alkalommal keresett fel Oszlánci Kriszti, hogy a mai estén vegyek részt vele, a lányával, illetve Bárány Csilla kolléganőmmel, és külön öröm, hogy itt a könyvtárban jöhet létre harmadjára ez az este, mert nekem gyerekkorom óta összefonódik a könyvtár és a zene, és azt gondolom, hogy egyébként is az adventben zenélni különösen fontos, és talán az átlag emberek is ilyenkor egy picit többet énekelnek, zenélnek, vagy akár a karácsonyfa körül, mint a mindennapokban, és nagyon örülök annak, hogy vannak még olyan könyvtárak, ahol az információ átadás és a könyvek mellett zene is felcsendülhet. Ezen kívül kiemelten fontosnak tartom azt, hogy ezekben az időkben itt együtt tudunk lenni, és bár a járványügyi szabályokat betartjuk, és csak mozgban látjuk egymást, mégis nagyon nagy öröm számomra, hogy ma este itt lehetek. Borzasztóan vártam, nagyon régen szerepeltem már sajnos a Covid miatt, ezért izgalommal készültem, és nagyon nagy örömmel, nagyon szerettem a próbákra járni, nagyon szeretek Krisztinájékkal együtt dolgozni, együtt énekelni, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Azt gondolom, hogy ha valamikor szükségünk van valamilyen csodára, vagy valamilyen bíztatásra, az most van ezekben az időkben, és remélem, hogyha erre a kis időre el tudják felejteni a mindennapok gondját, és egy kicsit nyugodtabban, egy kicsit nagyobb békével készülni a karácsonyra, akkor mi már nem hiába voltunk itt. Apró dolgokat szoktam belcsempészni a mindennapjaimba. Például a könyvtár adventi koszorúját is én készítettem, mert az elfoglaltság, amikor az ember szívét, lelkét beteszi egy ilyen például a kézműves alkotásban, az azt gondolom, hogy átadja ezt a fajta érzést, de beszélhetnénk itt a finom házi süteményekről, amit az ember időnként rászánja magát, és néhány órán keresztül mondjuk a konyhában sűrök forog. Ezek mind-mind lehetőséget adnak arra, hogy az ember egy picit megpihenjen és értékelje azt az életet, amit él.